Hát a szőlőben az a legjobb, hogy a friss levegő, a csend, a táj, egyszerűen feltölt energiával. Nagyon fiatal voltam, szerintem 14 évesen voltam, ha tudtam már, ha porról szeretné dolgozni. Először gondoltam, por igen, de inkább sommelier vagy borkritikus, vagy még könnyebb. De a végén most tudom, hogy ez a legjobb nekem. Ez a fényképfal már egy kicsit mesél rólunk, meg kis betekintést ad a mi életünkbe. Nagyon szeretünk fényképeket készíteni, akár munka közben, vagy szabadidőnkben. De szerintem a legtöbb fotó úgy készült tényleg munka közben. Azért nagyon meleg nap volt, szerintem 40 fok vagy valamit, és ezen napon nem működött a jégkondit a traktoron, és a kedves testvérem hozom neked egy jéges kávét. Ez a legjobb dolog volt ez a napon. Én nagyon családcentrikus ember vagyok amúgy is. Nekem igazából nincs is szebb dolog a világban, mint mondjuk a testvéremmel és a legjobb barátnőmmel egyben dolgozni is. Azért szoktunk időként vitatkozni, nem úgy van, hogy nem szoktunk, de igazából nagyon jól kiegészítjük egymást. Nagyon sok ötletünk van, és ezt mind meg szoktuk beszélni. Én szerintem lehet, hogy nehezebben menne, ha nem családtagról van szó. Meg amúgy is valamikor tényleg így egy napon nagyon sok dolog összejön, és akkor ezeket mind meg kell oldani, és ilyenkor jó, ha tényleg egy családi birtok vagyunk, egy családi vállalkozás, akkor mindenki besegít, és így meg tudjuk oldani. Édesapánk azért mindvégig, igazából még most is nagyon figyeli, hogy miket csinálunk. Ugye, amikor átvettük a borászatot 2006-ban, akkor azért még nagyon félt attól, hogy hát ugye most mi ketten most eldöntöttük, elhatároztuk, hogy át szeretnénk venni a birtokot, attól félt, hogy nem tudjuk, hogy mi mindennel jár. Látja, hogy nagyon komolyan vesszük, szívvel, lélekkel csináljuk azt, amit csinálunk, nincs is nekünk más, ami jobban tetszene, és hát azért most már nagyon büszke. De az elején tényleg nagyon félt ettől a lépéstől. Most is megkóstolja még rendszeresen a borainkat, és dicséri. Hányan jönnek? Ötöm. És sokanya? Igen. Hát ugye mi nagyon szeretünk csoportokat fogadni. Szerencsére egyre nagyobb az érdeklődés ugye a soproni borok iránt is. És ugye sokan szeretik a nagyobb csoportokat, mi szívünk szerint inkább egy párfős csapatot fogadunk, mégpedig az az oka, hogy egyszer sokkal jobban el lehet beszélgetni a csapattal. Ugye nagyon sok újságírós meg szokta kérdezni tőlünk, hogy ha nem Sopron, akkor hol? És mindkettőnknek nincs máshol, sehol máshol nem szeretnénk sem élni, sem borászkodni.